Bár a Vese világnapja még messze van, de nem lehet elég sokat beszélni ennek a fontos szervünknek a védelméről. Kutasi, a Vesebetegek Szabolcs szatmár már megyei Egyesületének elnöke a vendégünk. Szia, jó Szia. estét! Hát nem sokára azért euh, mégiscsak lesz világnap, ugye március közepén. Euh, ünnepeljük, vagy legalábbis furcsa ünnep ez, ugye, mert elsősorban azt gondolom, hogy az a feladat ilyenkor, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy valójában tényleg oda kell figyelni a vesénkre. Mik a leg, leg általánosabb vese problémák, amivel küzdenek, mondjuk akár itt a megyében a betegek? A legtöbb az sajnos a tisztás, ami sajnos örökölhető is. Tehát anyai ágon a fiúk általában öröklik. Vannak olyan betegtársaink, akik anya és fia is járnak művesekezelésre, kezelésre, illetve már transzplantáltak, tehát kaptak vesét, illetve hát vannak egyéb más vesebetegségek, például a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség okozzi vesebetegséget. Ugye sokszor például a magas vérnyomás is egy olyan, E, probléma, amire mondjuk akár négy-öt vagy tíz év után e, hívja föl a szervezet a, a figyelmét, mert annyira rohanunk, azt hiszük, hogy természetes, hogy fáj a fejünk, vagy egy kicsit melegünk van, és közben ugye tényleg vérnyomás probléma áll a háttérben. E, általában mi a tapasztalat? E, mennyi ideig kell kezeletlen, mondjuk vérnyomás problémával e, élni ahhoz, hogy kialakuljon valamilyen, valamilyen vesetünet? Akikkel én találkoztam, azok több év után, tehát öt-tíz év után is esetleg egész életet leélnek úgy magas vérnyomással, hogy nem alakul ki náluk olyan vesebetegség, amit kezelni kell, ez egyénfüggő, uh -huh. de nagyon sok olyan van, aki hirtelen kerül művese kezelésre. Ugye annak ellenére, hogy te nyilván nem vagy orvos, de úgy gondolom, hogy az ezen a területen eltöltött sok év, illetve a te alap vese problémád szinte már annyi tudást hozott, mint egy hozadékú vagy akár doktorálhatnál is. Lehet olyan általános tanácsokat mondani, hogy mivel tudjuk mondjuk óvni a vesénket? Vannak ilyen szabályok? Hát a legnagyobb, amit mi megszoktunk adni tanácsnak, az a sófogyasztás a sófogyasztás mérséklése, mert az nagyon rongálja a vesét, illetve nagyon sokan nem tudják, hogy akiknek egészséges veséjük van, azoknak legalább két-három liter folyadékot, ami ugye nem cukros nem energiaital, és nem alkohol, és nem alkohol jó meginni. Tehát a vesét dolgoztatni kell tulajdonképpen. És az, akinek problémája van, annak meg mondjuk ez már esetleg túl sok folyadéknak számít? Vagy? Hát a magam példájából kiindulva, én már 25 éve járok művesekezelésre, ami azt hozta magával, hogy az én problémám, már nincsen vizeletem. Tehát én, amit megiszok, vagy például leves, vagy főzelők, vagy bármilyen formában beviszek, az az én bennem bennem marad. Uh -huh. Egészen addig még nem megyek művesek kezelésre. Tehát én nekem minimum minimális fajadékot szabadság fogyasztani, ezt úgy szokták meghatározni, hogy amennyi vizelete van valakinek plusz 500 milli, uh -huh. mert az 500 milli naponta felhasználja a szervezet. Tehát elvileg nekem 500 milli lehetne, de szerencsére a művesek kezelés során, tehát nem mondjuk 10 litert, de mondjuk két litert le tud venni a gép. Hát igen, gondolom, hogy azért a nyári melegben ugye a szomjosság az ugyanúgy ö, egy érzet annak is, akinek valamilyen vese problémája van. Nyári melegben még könnyebb, mert ugye sok elpárolok, uh -huh. kiizadjuk, télen nehezebb azért. A Vese világnapját most is a Korzóban rendezitek meg. Igen. Mire készültök, illetve azok, akik együtt akarnak érezni, információt gyűjteni, vagy segíteni, azok mire számíthatnak, milyen programokra? Minden év március második csütörtök a Vese világnapja, ez ugye változó dátum, idén március 14-e lesz, és ahogy említetted, a Korzóban lesz, a B épületben, a második emeleten a Two Step Tánciskola a termében hagyományosan ott szoktuk tartani. Nagyon köszönjük nekik, hogy minden évben ott tarthatjuk ezt a rendezvényt. 11 órakor fogunk kezdeni, és dr. Szegedi János és dr. Balkó István főorvosok fognak előadást tartani. Az idei téma az egészséges vese mindenkinek. Minden évben van a Vese Világnapjának egy szlogenje, az idei ez, és ezzel kapcsolatban Szegedi Főorvos úr fog egy előadást tartani és Balkó Főarós pedig a cukorbetegség és a vesebetegség kapcsolatáról. Uh -huh. Tehát Ez... lesz egy prevenció, illetve magáról a betegségekről igen, is. Igen, igen. Ez úgy szokott zajlani általában, hogy meghallgatják az előadást, és akkor hozzák a kis leleteiket, zárójelentéseiket, és akkor ott lehet konzultálni a Tehát ők nem szaladnak el tulajdonképpen, hanem elbeszélgetnek az ott jelenlévőkkel. Szerencsére nagyon sokan szoktak érdeklődni. Mindenkit várunk szeretettel. Ezen kívül lesz vércukorszintmérés, amit a cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete ad minden évben, őnekik is nagyon köszönjük, és nyomásmérés is. A Bébraun Nyíregyházi művesállomásának dolgozói nagyban segítenek önkéntes munkában ebben. Egyébként ti itt a megyei egyesületben most hányan vagytok? Hát jelenleg 200 tagunk van, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki tag, aki művese kezelésre jár. Nyíregyházán körülbelül 180-an járnak kezelésre, ez nagyon változó létszám. Ezen kívül van Kisvárdán és Máté Szalkán is műves állomás. Vannak transzplantált tagjaink, vannak olyan tagjaink, akik otthon dializálják magukat, úgynevezett CAPD formájában, illetve hát vannak olyanok, akik még gondozásra járnak. Te hogy 25 éve jársz művese kezelésre, sokat fejlődött ez alatt az idő alatt mondjuk ez a fajta kezelés? Igen, kíméletesebb lett, többfajta kezelési forma van, amikor én kezdtem, akkor még például ez az otthoni kezelés, a CAPD vagy PD kezelés, ennek is két fajtája van, ez még ne, nem volt tulajdonképpen, tehát minimális egy volt, azért most már többen lehet, tehát most már lehet választani, hogy ki mit szeretne. hol végzi, ö, annyi, hogy az otthoni az naponta négyszer kell csinálni, illetve a PD kezelést azt éjszaka, mi pedig, amit mi csinálunk, az pedig minden második nap ö, intézményi keretek között tulajdonképpen a műves állomáson zajlik, négy órás kez, keretek között. Hírcsi, hát én azt gondolom, hogy azok, akik egészségesen mennek el oda, azok is mindenképpen tanulhatnak, és talán egyfajta olyan hálát is gyakorolhatnak, vagy érezhetnek, hogy milyen jó, hogy ők egészségesek, hiszen ugye valóban akkor tudjuk meg, hogy mekkora kincs az egészségünk, hogyha az valamilyen csorbát szenved. Hát én azt kívánom, hogy, hogy teljes életet élhessen mindenki, aki mondjuk hasonló betegséggel küzdés, és kívánok gyógyulást és jó egészséget valamennyi tagotoknak. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a meghívást!